Sziasztok, most egy Tesco-ban kapható alga porszívózó, vagy medence porszívózó kis nyelet, vagy eszközt fogok bemutatni. Ez a 15. amit vásároltam, és semmelyik se volt jó, mert a csatlakozással nem volt kompatibilis ebben a Bestway belső átmérőjű idomdarabbal. Úgyhogy ezt most kipróbáljuk. Ha nem jó, visszavisszük. 10.000 forint volt. Tesco-ba. Egy nyíl. Ez egy ilyen algagyűjtő szemétkosár. És talán ez a legfontosabb. A cső. Úgyhogy üres. Összeteszem és jövök vissza. Összedugtam. Értelemszerűen. Lecseréltem erre. És akkor így lehet majd csinálni. Bejöttem a medencébe, és víz alá tettem a gégecsövet, hogy legyen benne víz, mert hogyha levegőt kap, akkor nem fog cirkulálni. Cirkuláltatni nem fogja a vizet a szivattyú. Az a baj, hogy még egy kicsit kevés a víz a medencébe, ezért éppen hogy csak működik a szivattyú, de ehhez ugye jól ki kell égteníteni a rendszert. Úgyhogy most bedugom ezt a porszívócsövet, és próbálok egy szemléltetést eszközölni. Itt van a ahogy bedugom, most bedugtam, még mindig működik. Az a baj, hogy nem szív, de most elkezdett szívni. Jó, szív. Úgyhogy most megpróbálom bemutatni, hogy mennyire szívja az algát. Az a baj, hogy hozzáérek és csak felkeverem, mert ez jól le van száradva oda. Ameddig szív, ameddig kinyomja a vizet a másik oldalon, addig tudom, hogy működik a szivattyú. Hát első körben ennyi. A probléma az, hogy tele van. Gyorsan tele lesz. Algá.
magával. Eléggé kicsike a szűrő része. Ezért úgy döntöttem, hogy simán csak a csővéggel. Még egyszer, simán a tömlővel. Jön. Na, hát ez körbe jó, egy hetes munka ezzel a sebességgel, hiába szép a közepe, a szélére rá van tapadva, úgyhogy várom mindenkitől az ajánlásokat, hát én ezt tudtam megtenni, visszavisszük ezt a porszívót egyes.